Tehát egy olyan dal, ami pont az a fajta, amiről beszélgettünk az Ádámmal, hogy így megírtam, és utána jöttem rá, miről szól. Az a cím, hogy Where Was I, és igazából, hogy elkezdtem írni, úgy kezdődött a szövege, hogy... hogy van? Igen, tulajdonképpen ilyen lányról szól, aki a szabadságról, vagy a szabadsággal kezd így kapcsolatba kerülni, és azt tapasztaljanak, hogy, hogy milyen érzés beleszippantani így az életbe. És akkor így gondolkodtam, hogy ez biztos, hogy jól van szól, milyen szép dolgokat gondolok magamról, és akkor így közben, amikor megszületett ez a dal, a nővérem évekkel később teherbe esett, és aztán megszülte az unokahúgomat, aki egy fantasztikus lény, és akkor így akkor esett el, hogy basszus, ez a dal így róluk szól, és főleg az unokahúgomról, meg az anyukájáról, úgyhogy ez például pont egy ilyen dolog, hogy így évekkel később érte. Ilyen spiri. Just a girl who lives inside of a world, finding out what freedom's like, telling you all of yourself, gazing at the morning light. The morning light, where was I? So we see the ground is filled to hold tight. You and I, our troubles ran out. I couldn't hear your voice calling my name. Didn't I just move inside? In the end, when all the fairies had failed, wicked games made in those eyes. But you did not to it. Calling your name, you ran on. I stayed inside. Where was I? Where was I? Oh, I. Where was I? Oh, I. Where was I? Where was I?
Thank you.